felvonulás megrendezéséről az Egyesület évadzáró közgyűlésén döntöttek novemberben. Céljuk volt, hogy a lovasnapok az ügyesség és fogadhajtó versenyek mellett egy újfajta program is megjelenjen a szervezet életében. Az eseményen részt vettek az Egyesület versenyzői, fogadhajtói, díj és ügyességi lovosai. Közel 70-en vagyunk tagok, ő belőlük aktív sportoló, mindenféle szakágat összevetve körülbelül egy 15-20 fő. Igen szép létszámmal lettek új tagjaink is az idén, a többféle szakág változás miatt, tehát a fogadhajtó szakág mellett léptek be díjlovas és több kategória versenyzői is. Az Egyesületünk 2002-ben alakult, tehát már 21. éve működünk, az én vezetésemmel most már a 10. éve lesz itt a Lovas Egyesületben. Folyamatosan rendezünk fogadhajtó versenyeket, ügyességi versenyeket, amint már említettük. Az idén is volt 5 rendezvény a Mözsi lovaspályán, és a jövő évben is tervezzük a 2x2 napos versenynek a megrendezését, illetve a jövő év őszén egy igen rangos versenynek a rendezését nyertük meg, ami szeptember végén, október elején kerül majd megrendezésre. Ez 3 kategóriának az OB döntője. A rendezvényre több környékbeli településről, például Tengelicről is érkeztek résztvevők. Sokak számára a lovaglás, a lovas kultúra ápolása már régi családi hagyomány. Mi itt vagyunk, illetve a kislányom itt versenyző, Tolnamözsi Lovas Egyesületnél, és mi Tengelicről érkeztünk 3 lóval, és mint egy csapat így részt veszünk a versenyen, vagy a felvonuláson illetve. Én személy szerint 1992 óta az iskolába, a kislányom a születése óta gyakorlatilag, a barátom, ő is ugyanúgy mondhatom, hogy születése óta, a másik kisfiú, aki velünk jött, tehát gyakorlatilag ő is születése óta családba abszolút lovasok. Sárga színű az összes, kisbéri és gidrán keverékek. Ő itt egy csődör a szívecskével, ő egy herélt, és ő is egy herélt ló. A felvonulást a decemberi ünnepekkel is egybekötötték. A lovak és gazdáik Mikulás jelmezekbe öltöztek. A télapó Hőgyészről érkezett. Az Egyesület fontosnak tartja a hazánkhoz kötődő lovas tradíciók megőrzését. Igazából a magyar az egy lovas nép már nagyon régóta, és ennek a hagyományát szerintem folyamatosan ápolni nagyon szép dolog. Meg ugye a gyerekeknek is ez egy nagyszerű sport, és ilyen tekintetben szerintem ez egy jó dolog. Azt látom, hogy nagyon sok női lovas van, tehát lányok főleg, de azért most már látok fiúkat is, hála Istennek. Én gondolom, hogy nagyon sokan részt szoktak venni ezen az ügyességi versenyeken, amiket szervezünk. Most is ilyen 150 induló volt, augusztusban 200, itt helyben, úgymond, hát a különböző helységekből, és szerintem ennek nagy hagyománya is lesz, meg nagyon szeretik is, ez egy nagyon jó sport, mert ugye fegyelmet tanít, ugyanakkor hát sok minden másra ugye megtanítja a gyermeket. A menet rendőri kíséret mellett indult el a Mözsi lovaspályáról. A megállókon az érdeklődők közelebbről is megtekintették a patásokat, a gyerekeknek pedig szaloncukrot osztottak. Az Egyesület célja a hagyományteremtés, így a következő években is szeretnének hasonló felvonulást rendezni.